Művészeti fesztivál a Műcsarnokban. Novus csapat. Novus csapat. No. Nem ismerem. De most már megy a kamera? Igen. Igen. Nem ismerem. Jaj, igen. Ez egyik értelmezése betöretlen lovat jelent. Amit láttál, az áll erre a képre. Jaj, nem tudom, miről van szó most. Itt van a lóvusz. Ez a lóvusznak egy kiállítása. Na, hát én ezt nem tudtam. Igen. Akkor mire jöttél? Hát én azt hallottam, hogy a műcsarnokot lebontják, és ennek kapcsán történik itt valami. És azt nem, hogy kik csinálják ezt? Azt nem tudom. Képzeti főiskolások, gondolom. Főiskolások, én így tudtam. Tataroz. Nekem tetszik, mert azt a benyomást kelti bennem, hogy nagyon hasonlít az egész országra. Novus Művészeti Fesztivál a Műcsarnokban október 24-től 27-éig. Hölgyeim és uraim, gondolom senki nem kíváncsi igazából most rám, nem erre a négy napra kíváncsi. Azt hiszem, hogy a mi szerepünk gyakorlatilag befejeződött, mert azt a lehetőséget adtuk pénzben, abban a durva pénzben, ami igazából ebben a fiatal körben nem igen van. Azt a lehetőséget adtuk, amit a négy nap megrendezéséhez kellett. A többi már itt van a falak között, a falakon, meg a fejekben, amik gondolom az elkövetkező pár napban megmutatják, hogy mit tudnak. Pillanat. Az idő eltűnt. Itt maga az örök lét uralkodik. Hadd olvasom a meséket szemetek tengermélyeibe. Nyíljon emlékeitek kincses ládája tágra, hol csupa éter és csillagékszer pihen. Bár gőz és vitorla nincs, utatok láza rázzon, rablelkünket tovább ne búsítsa retesz. Rúnus rajzot vessetek, s lelkünk feszül, mint vászon, mit emlékeitek látköre keretez. Mi mindent láttatok? Műcsarnok egy rövid időre most feladta.
Most az a nagy kérdés, hogy egy rövid idő múltán a műcsarnoknak a vezetői például, vagy a kultúra vezetői belátják, hogy nem is kell ezt a múzeumot többé visszaadni a régi funkcióknak, és ez így sokkal jobb, vagy pedig utána azt mondják, hogy köszönjük gyerekek, és akkor most minden a régi. Megnéztem a kiállítást. És milyen ez a kiállítás? Nekem tetszik, mert azt a benyomást kelti bennem, hogy nagyon hasonlít az egész országra. Miért milyen ez az ország? Hát Magyarország milyen? Nagyon hasonlít Spanyolországra Franco halála után. Milyen volt az az ország? Hát úgy felszabadult, elindult mindenféle irányba, káosz. Szembe mentek az autók a forgalommal. Mediterrán kiállítás. 300 olyan ember, aki azt hiszem félretett minden magánérdeket, legalábbis a nagy többsége, és meghozta azt az áldozatot, hogy publicitást adjon egy közös ügynek. És talán az is izgalmas, hogy mennyire háttérbe szorulnak a kiállítók nevei, hogy mennyire nem az egyedi alkotások, az egyedi szereplések helyeződnek központba néhány kivételtől eltekintve, hanem az, hogy együtt vagyunk és szolidaritást vállalunk egymás munkájáért. És én ezt majdnem meghatottan veszem tudomásul, mert nem gondoltam volna, hogy két-három év alatt idáig el tudunk jutni. Két-három év alatt, amikor még úgy kezdtük el, hogy teljesen izoláltak voltak a művészek egymástól, és kis túlzással köptek a másik munkájára. Fogalmunk se volt az, arról, hogy miért kell a Zeneakadémiára elmenni, mit adnak ott, és miért kell egy múzeumba elmenni, mit lehet ott látni. Sokáig maradtál távol, mindnyájan úgy hittük, nem jössz már vissza. És torkomnak szegezték egyre a kérdést, hol van a férfi, a Mózse fej? Hol van illetve, bizony a rendet a füstögő hegy, nosza, kész is nekünk bálvány, jelöltünk jár, ha ő Amalek. Alkoss nekünk Isten, és oltárt is hozzá, hogy úgy áldozzunk néki, ahogy más népek is szokták. Így beszéltek, Uram, és ellened szóltak, mit tehettem volna, hát megparancsoltam, egybe gyűjtsék karjaikról minden aranyukat. És ideadták nekem.
hogy erre kiadjak. Hogy el ne felejtsük a legfontosabb dolgot, amely keresetlen is mindig szemünkbe tűnt, míg lábunk a komor lépcsőn felé is lebolygott. Láttuk az örökös, unott látványt, a bűnt, a nőt, hogy buta és silány rabszolga gőggel mind imádja magát gúny és csömörtelen, és a férfit, ki vad és falán kényúra nőkkel, bár rabok rab és a szentközt förtelen, hóhért, ki édeleg. Mártírt, ki könnyet ont, s ünnepet, melyet a vérszaga fűszerez. Zsarnokot, kit kiélt, roncsá hatalma ront. Népet, kinek gyönyört, a szégyenkorbás szerez. Láttunk nem egy hitet hasonlót a miénke egekre kúszni bús ostromra. Szenteket, kit mint puhult ínyenc, ha dunnás ágyat élvez. Kéjül keresik a ször övet és szeget. S láttuk, hogyan fecseg az ész ittas bolondja az emberfaj, amely máig sem változott, duhaj, agóniás düvel istenére rontva, én másom, mesterem, légy megátkozott! Úgy néz ki, hogy sikerült összehozni egy elég nagy fesztivált, és ami talán a legnagyobb meglepetésünk volt, az a közönség száma. Pontosan meg tudod mondani, hogy a hivatalos szám mennyi van? Nem, abszolút képtelen vagyok megmondani, tudnélik, még fekete piacunk is van, úgyhogy még ahhoz, hogy ilyen visszatérő kártyákat adtunk azoknak, akik már váltottak egyszer jegyet, a visszatérő kártyát már feketén árulták az épület előtt, illetve színes fénymásolóval a rendezői kártyákat, egyebeket hamisították, úgyhogy képtelenek vagyunk megmondani, hogy pontosan mennyi, de úgy számoltuk, hogy naponta 3-4 ezer ember megfordult itt. Ez egy nem hétköznapi lehetőség, ez egy olyan hihetetlenül ünnepélyes pillanat mindenkinek, aki ide jön, hogy ez a múzeumhoz a saját kezében. Ez egy mediterrán kiállítás. És meghagyhat itt valami olyan a kezének olyan nyomát, ami ha csak két napig, de a műcsarnok falaiban mégis nyomot hagy. Lehet, hogy az ember élete többet ér, mint a mondjuk azt, hogy a művészete. Tehát az élet lehet, hogy fontosabb, mint a művészet, vagy mint a technika, legalábbis. De a művészet alapvetően viszont a lét megkísértéséről szól. Ez a helyiség, ahol most vagyunk, és a falak, az ötlet, amik erre a négyzet alakú térre ki lett találva, és ahogy kivitelezték, ez szerintem teljesen jó. Ez bárhol megállja a helyét. Ettől olyan spanyolos a helyzet, és rokonszerű is. Kiállítás. Ami engem eddig ebben még visszatartott, az, hogy még mindig nincs megfelelő spanyol királyi öltözékem. Hát tényleg. Hát miért nincs nekem még mindig? Megfelelő spanyol királyi öltözékkel. Nézzük csak. Uh-huh. Hát ez az. Hát ebből ki lehet egyet szabadni? Hát leviszem a szabóhoz és kiszabadok belőle egyet. Viszem a szabóhoz. Hát a szabók mind szabadkőművesek. Mit el a királyok ellenségei? Csak az utcakövezésre jár az eszük. Én magam majd kiszabom, hogy jó legyek a szabadság. Kész. Most már akár be is mehetnék az orosz cári udvarba. Nem. Nem volna helyén való. Úgy illik, hogy először megvárjam a spanyol deputációt. Egyedül én nem mehetek be egyedül az orosz cári udvarba. De hát miért
nem jön még mindig a deputáció? Lehetetlen, miért nem jön még mindig a deputáció? Hol van? Hol maradt? Lehetséges, hogy már üzentek értem. Csak igen, csak a levél még mindig ott rohad a posztán. Nincs más lehetőség, magamnak kell lemennem a posztára érdeklődni. Magamnak kell lemennem, nem tehetek más. Egyszerűen tehetek más. Micsoda ostoba marha ez a posta! Lemegyek a postára érdeklődni, hogy megjöttem már a spanyol deputációt. Semmiről! Nem kérem, nem tudom semmiféle spanyol deputációról, de a uraságod levelet óhajt feladni azt a tarifa szerint. Levelet? Hát akassza föl magát! Levelet? Hát levelet a gyógyszerészek írnak, meg a patikusok, meg a marhák! Hát egy idő után visszajön a régi műcsarnok. Gondolom, elsősorban a műcsarnok annak a 10 millió embernek az igényeit szolgálta, akik a maguk módján meghatározzák, hogy Magyarországon milyen kultúra tud lábon maradni, mindegy, hogy kisebb részt hivatalból határozzák meg, vagy nagyobb részt az embereknek az igényeiből fakad ez a meghatározás, de lényegében gondolom, hogy összefügg ez a kettő. Tehát, hogy az emberek nem változnak meg ez alatt a 4 nap alatt, vagyis hogy az itt felvonulóknak nem sikerül az egész emberiséget 4 nap alatt megváltani, akkor bizony visszajön. Nyugaton látszik az a képlet, hogy megosztódnak a feladatok London, Párizs és egyéb nagyvárosok között, tehát mondjuk London, mint üzleti, a tőzsdéjével az üzleti központ, Párizs pedig kulturális központ feladatot lát el. Ebben a régióban, a mi régiónkban Bécs lehetne egy üzleti központ, és Budapest vagy Prága lehetne egy kulturális. És én azt hiszem, hogy van is egy ilyen verseny most. És én azt szeretném, hogyha Budapest lenne ebben az igazán erős. És azért volna szükség egy ilyen helyre, hogy ennek a régiónak a kulturális felhozatalát úgymond valahogy koncentrálja. És szerintem erre van itt szellemi energia, van annyi spiritus pillanatnyilag meg ilyen beindultság Budapesten, hogy ezt meg lehetne csinálni. És ez egy jó bizonyíték arra, hogy létre lehet hozni valamit. Rajtunk is múlik, de azt hiszem, hogy ez egy folyamat kérdés. Majd, hogyha a társadalom átalakul, és mindenki rájön arra, hogy a közösségi létnek megvannak a maga hihetetlen előnyei, és hogy nem minden az önzés, és nem minden az egyéni célok gátlástalan megvalósítása, hanem igenis áldozatokat kell hozni a nagy közös ügyért, most akkor majd biztos meg lesz az az ember is, aki föl fogja vállalni ezt az ügyet, és nem fog olyan kompromisszumokat kötni, mint mi, hogy félredobtuk a szakmánkat csak azért, hogy olyan dolgokat csináljunk, ami tulajdonképpen bennünket kellene, hogy támogasson, és nem pedig nekünk kellene támogatni önmagunkat. Szín és víz az utazóra, tudod, hogy szívünk mégis csupa sugár, töltsd bőven italod, üdítsen drága mérge, így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, örvénybe szállni, mindegy pokolba, égbe, csak az ismeretlen ölén várjon az új! Yeah.
Rúgjatok be. Minden ebben van. Ez az egyetlen kérdés, hogy ne érezzétek az idő rettentő súlyát, amely a vállatokat töri, és a föld fölé görnyezt. Rúgjatok be szüntelenül. Mivel? Borral, költészettel vagy erénnyel? Ahogy tetszik. De rúgjatok be. Itt az idő, hogy berúgjatok. Hogy ne legyetek marcangolt rabszolgái az időnek. Rúgjatok be. Borral, költészettel vagy erénnyel, ahogy tetszik. Művészet. Tatarozás. Novus művészeti fesztivál a Műcsarnokban. Művészeti fesztivál a Műcsarnokban. Arra tökéletesen jó ez a kiállítás, hogy lemérjük, hogy mik a hibáink. Megváltóként a kultúra jelentkezhet, vagy mint egy hatalmas egy kiállításon, valamiféle ilyen fölmutatásként a kultúra jelen lehet. Azt hiszem, hogy ez idealizmus. Ezt nem lehet csinálni, hogy bezárnak egy múzeumot két évre, és sehol nem folytatódik annak a tevékenysége. Szerintem ez egy óriási baklövés most. Számunkra a tatarozás egy nagyon célirányos kihívás volt. Mi nagyon-nagyon tatarozni akartunk ezen a kiállításon, mindent a tatarozás köré akartunk fölfűzni. Novus Művészeti Fesztivál a Műcsarnokban október 24-től 27-éig. Volt emberek, ha nincsenek is, vannak még csodák. Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább. Futók között titokzatos megáll. A mély, sötét vizekbe néma, lassú hálók. Képek már megmeredtek és örökre szépek.
nem élők. Mindent felejtő, mindent porba ejtő henyérők, kiknek kezéből a harasztalat lassan kihult a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyújtni az egyszer egyet, fejére tompa, éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezerbogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi műből. Kilobbant sejtcsomók. Akkor énekeljünk együtt egy röplény, amely mit lehetne? A szituáció ott, amit egy országnak a lakossága vagy a szellemi állománya, mint lehetőséget teremt, azt a politika mindig megpróbál kihasználni, vagyis a különféle politikai szemléletek a maguk céljára felhasználni. Tehát abban, hogy a 10 millió magyar ember a kultúráról vagy bármiről hogyan gondolkodik, egy szép napon megjelenik, szóval előbukkan a politika arca, és azt mondja, hogy ez nem csak egy népnek a gondolat, hanem ez maga a politika, és onnantól kezdve már nem tudni, hogy melyik volt előbb, vagy mi befolyásol micsodát. Szóval lehet, hogy valóban tényleg itt egy szép napon csak politikával fogunk találkozni. Én szeretném, ha nem úgy lenne. Annál is inkább, mert a lényeg naív kis lexikonában, amiről majd még hallani fogtok, a művészetnek a címszavánál nagyon fontos gondolat, hogy a művészet az ember közvetlen kapcsolata a természet. Hez. És ebben a természet fogalomban a társadalom és az állam is a természetnek egy sajátos szerveződménye és része, és ilyen értelemben a politika csak tárgya lehet a művészetnek, úgy, mint a természet része. Tehát úgy, ahogy a faleveleket szemléli az ember, úgy, ahogy a saját maga halandóságát szemléli, ahogy a általa meghódíthatatlan nagyságát a kozmosznak szemléli, úgy szemléli egy csodabogárságaként a dolgok, csodabogárságaként a politikát is, vagy az állami és társadalmi formációkat, mint a természet bizonyos fejleményeit. Tehát ilyen értelemben nagyon helytelen lenne, hogyha a politika többet kívánna meg a művészettől és a kultúrától, mint hogy tükröződhessék ebben a tükörben. Hihetetlenül ünnepélyes pillanat mindenkinek, aki ide jön, hogy ez a múzeumhoz a saját kezével hozzányúlhat. Igen. Az voltam egy babám. Vagy a jó babám. Köszönöm, babát! Hát ez egy fura dolog, mert ugye egy múzeumhoz a múzeum ember. Én is, mikor először bejöttem ide, még akkor a lányok már dolgoztak,
és akkor már verték le a vakolatot. Hát egy kicsit fura volt, de mikor már láttam, hogy terveken, hogy hogy fog kialakulni, milyen lesz, akkor azért már látszott, hogy szép lesz ez a terem, és érdemes megcsinálni. Azt gondoltuk, hogy mindenféle roncsautókat ide behozunk, és megcsináljuk ilyen... Azt sem szerettük volna, nagyon lepusztult, szóval mindenképpen szerettük volna, amit kijött aztán a tetőn, hogy egy ilyen jó hangulatú, vidám helyet. De volt itt minden, itt lugast akartunk berendezni, meg víz alatti létet. És ezek az... Bocs, a víz alatti lét az hogy működött volna? Ugyanígy, ahogy a levegő, csak víz alatt. Itt halak úszkáltak volna, és itt most kagylókon ülnénk, és mindenféle volt. És aztán ez az, ami így megragadt mindenkiben, hogy akkor legyen a tető. És pontosan ez a tető sikerült úgy, hogy talán ez gyűjti össze egy kis csomagba ezt a gondolatot, vagy ezt az érzést, ami itt érez az ember, ezt a szabadságot, a kékeget és a kinyílt falakat. A művészet megkísérthető üres jel puszta. A művészet partikuláris valóság magvai nem ábrázolhatják az univerzális szellemet. Metafizikus transzcendencia és tradíció nélkül művészetet alkotni Isten kísértés. Posztmodern, összezárt filozófus csorda egymás rendszerét szivatja szívja. Posztvallásosság, a negáció negatív entrópiája fejlődés. A világtól való elvezetettség állapotában a művészet utalhat, de nem jeleníthet meg. Fölmutathat, viszont nem nevezhet meg. Létarcok, halálarcok után teljesség képidézés. A művészi jelenlét szakrális, szexuális megszólítás és megszólítottság. Megrohadt Isten kép, kvázi Osiris fény. A spirituális valóság nem absztraktum, hanem saját mikrokozmoszunk káprázat bűne, a szellemvilágok lepelképe. Egy budai úri villában egy partit rendeznének, és ezzel a produkcióval meg kéne jelenned, akkor ehhez mit szólna? Azt hiszem nem jó, hogyha... Azt hiszem, hogy az irónia az nem egy jó dolog, ha bár sokszor azzal kell élni. De valahogyan azt hiszem, hogy először is nem fogadnám el ezt a dolgot. Hogyha pedig kéne, akkor pedig hatalmas hangerővel mennék oda, az biztos. Hogy valóban érzékelhessék, és valahogyan megpróbálják átélni az egészet. Legfényesebb birodalmak, a legnagyobb periódusai, a legnagyobb csúcspontjai a világ történelmének mindig a kulturálisan magas fokon álló társadalmaknak a története volt. Én úgy érzem, hogy ebben az örömzene volt a legfontosabb a jelenlevők többségének, az, hogy új klub nyílt, még ha 4 napra is, de most megint van egy hely, ahol lehet találkozni az ismerősökkel. Én mélyebb gondolatokat ebben a dologban jelenleg sajnos nem látok az alkotókon kívül, akik ezt a helyszínt létrehozták. A Szabad Európának dolgozom, beépített mikrofon. Nem sokáig. Kiürültünk. Nincs téma.
és az utolsó cseppekkel itatom. Abban a reményben, hát ha lesz valami titok még, titokzatos dolgokat keresni. Unalmas. De már sztereóban. Az, hogy itt fiatalok minden héten megtöltsenek anyaggal egy ekkora teret, ez biztos nem lehetne. Én azért gondolom azt, hogy mégis szükség volna egy ilyenre, mert látszik, hogy az egész borzasztóan jól él, és borzasztóan tényleg, mint hogy az emberek vártak volna erre. Kinyitották a kaput, és beáramoltak a fiatalok. Legfeljebb ti majd látni fogjátok rajtam, hogy már nem ugyanaz a Dozi bácsi ment ki az ajtón, aki bejött. Ezeknek a fiatal embereknek szerinted mi lesz a sorsuk itt abban az országban ezután a kiállítás után? Hát, ez nem tudom, hogy mint Jós kérdezel engem? Hát két lehetőségük van szerintem. Az egyik az, hogy bedőlnek annak a propagandának, ami most itt folyik egyik irányból, vagy bedőlnek egy másik propagandának, ami most itt folyik az én irányomból. Mind a kettőt elmondanád, hogy mi? Hát az első propaganda az arra vonatkozik, hogy a művészek azok térdeljenek le, és tartsák ki a tenyerüket, és egy-egy bankár hullajtson bele néhány forintot. Az én propozícióm ennek az ellenkezője, ne térdeljenek le a művészek, hanem sztrájkoljanak a létminimumért. A gazdasági szervezetek azok a társadalomnak, vagy még szorosabban véve az államnak a hatékony szervei. És az állam egészében valamiféle olyasfajta élőlény, amelyeknek nincs szüksége művészetre. Szóval valamiféle olyan érdekeltségi körben működik, szóval olyan létezési életfeltételei vannak, amelyekben semmi helye nincsen a művészetnek. A művészet és az állam viszonyában valami ilyen varga betűvel maga az ember köszönti saját magát, és hogyha ezen a kapun, ami a társadalmivá válás, vagy az állami funkciók égiszébe való bejutást jelenti, nem tud úgy keresztül menni és kijönni a másik ajtón, ismét visszaköszönni a művésznek, hogy ugyanaz az ember maradt, aki bement vagy a hatalmi szférába, akkor már sajnos nem tudom, hogy mit várhatunk igazán tőle. De a vörös traktorok így mind, amelyet beszálltak, megtalálták a gondolságot is ennek alatt. Legyünk mi is vörös traktorok? Jaj, miért is nem születtem mondjuk traktornak? Vörösre festettek volna engem is. És most ha tudja a tékot, én mint volt vörös hapjaiban lehet, mint a hüvelykúja jelezhetném a hatnak, hogy mi a véleményem róla. És boldog lennék, ott fenn a többi vörös füstölő traktorral együtt. Thank you.
Hát úgy felszabadult, elindult mindenféle irányba, káosz. Szóval azt hiszem, hogy a káosz az egy alapvető jellemzője, ami letagadhatatlan világnak. Erre a káoszra nem lehet rendet erőltetni, pedig ez folyik a mai világban. Inkább a káosz miértjére kell rákérdezni, és ha már valahogyan ezt próbáljuk megérinteni, szóval megpróbáljuk érinteni az időt, a pillanatot, megpróbáljuk megérinteni saját magunkat, akkor már valamiféle rendet is megérinthetünk. A kifinomultságnak egy olyan fokára el kell jutni a társadalomnak, hogy el tudja ismerni a különbözőséget, anélkül, hogy represszióba kelljen, vagy megtorlásba kelljen átcsapnia. És ennek a különbözőségnek a felfogása kizárólag csak nagyon kiművelt fejekkel, nagyon magas intelligenciával elérhető. Nyilvánvalóan nem lehet arra számítani, hogy a Földön élő több milliárd ember egyformán lesz rendkívül intelligens, ezt már előttünk többen elgondolták, a csődöket mi magunk a saját bőrünkön éreztük. Tehát azt hiszem, hogy mindig szükség lesz egyfajta elitre, egy olyan elitre, amelyik képes előre gondolkodni, amelyik képes modelleket adni mindazoknak, akik nem arra hivatottak, hogy modelleket találjanak ki, akik arra hivatottak, hogy egyik napról a másikra építsék azt, ami körülvesz bennünket, és szükség van azokra is, akik nem egyik napról a másikra kívánnak építkezni, hanem egyik generációról a másikra. Ez a két réteg sajnos manapság túlzottan szembe van állítva, túlzottan egymással próbálják ütköztetni őket, szinte hisztériát keltenek azok között, akik a napi kenyeret keresik meg, és azok között, akik a hosszú távú jövőre gondolnak. Talán azt hiszem, hogy ez a szándékos mesterkélt hisztériakeltés az értelmiség ellenességnek az egyik legfőbb forrása. Nagy luxus megengedni magunknak azt, hogy az értelmiséget olyan kritériumokkal próbáljuk háttérbe szorítani, hogy ők nem hoznak direkt hasznot a társadalomnak, mert nem tudom, mert pazarolják azt az energiát, amit a tanulással és mi egymással magukba szívtak. 40 év megmutatta azt, hogy az egyik napról a másikra történő gazdálkodás nem vezet sem eddig, tervezhetetlenné válik, az emberek elveszítik a morális tartásukat. Minden embernek szüksége van arra, hogy 10-20-30 évre előre lássa a saját életét. A művészet az eléggé, szóval a gazdasági szempontból rendkívül haszontalan dolog. Nagyon gazdag társadalomnak kell körülvenni egy művészt ahhoz, hogy ez a társadalom megengedhesse, hogy ezt a haszontalan, de individuálisan, vagy az ember, a civilizáció értékrendjében tekintve nagyon fontos dolgokat segítse létrejönni. És úgy látom, hogy például a magyar társadalom nagyon soká lesz olyan gazdag, hogy megengedhesse azt, hogy szabadon engedi az embereket, és azt mondja, hogy én nem tudom ugyan, hogy te hova fogsz kiukadni azzal, amit csinálsz, de mégis segítelek téged. Volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még csodák. Nem téve semmit, nem akarva semmit hatnak tovább. Futók között titokzatos megállunk. A mély sötét vizekbe néma, lassú hálunk. Képek már megmeredtek és örökre szépek. Nem élők. Mindent felejtő, mindent porba ejtő henyérők, kiknek kezéből a harasztalat lassan kihult a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyújtni az egyszer egyet, fejére tompa éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezerbogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi műből. Kilobbant sejtcsomók. Rúgjatok be.
minden ebben van. Ez az egyetlen kérdés, hogy ne érezzétek az idő rettentő súlyát, amely a vállatokat töri, és a föld fölé görnyezt. Rúgjatok be szüntelenül. Mivel? Borral, költészettel vagy erénnyel. Ahogy tetszik. De rúgjatok be. Itt az idő, hogy berúgjatok. Hogy ne legyetek marcangolt rabszolgái az időnek. Rúgjatok be. Borral, költészettel vagy erénnyel, ahogy tetszik. Művészeti fesztivál a műcsarnokban. A mecénás? Nem, találkoztam. Saját maga, a magában lévő gazdagságot képviseli, és nagyon értő szeme van a dolgokhoz. És saját kedvére támogatja azokat az embereket, akik neki tetszenek, és ő kiválaszt. Szóval egy ilyen öreg úr, aki saját valójában támogatja ezeket az embereket. De mecénással még nem találkoztam.
Nem tudom, most azért visszakérdeznék, hogy most vállalkozó alatt kit kell értenem. A jelszó viszont nagyon fontos, amit éppen Verhol mondott, money for everybody. Money for everybody. Pénz mindenki. Pénz mindenki. Intézményesen minden hónapban a postásnak a küszöb alatt be kell dugni a havi létminimumot. Létminimumnak is létezik művészete. Azt hiszem egy banknak, aki úgy, ahogy jól működik még ebben a társadalomban, ilyen vagy olyan körülmények, objektív és szubjektív okok miatt vállalnia kell ilyen szerepet is, különben lassan kiesik a társadalom a bank alól. Most szerintem ilyen szempontból sokkal pozitívabb volt a reneszánsz, mert volt egyfajta tényleg szentsége ennek az egésznek, a mecénásnak is, meg a művésznek a kettő kapcsolatának. És, na, de most, hogy ez visszajön, igazából ebben nem hihetek. Normál helyzetben a társadalom maga kell, hogy ezt a funkciót ellássa. Az adófizetők pénzéből kell a kultúrát támogatni. Szerintem ez úgy működik, hogy ők maguk mecénásként könyvelik el a maguk pénzkiadásait. Mi magunk szponzorálásként hirdetjük meg az ő pénzadásukat, de ugyanakkor ez végül is reklámszerződésé fajul. Ki az, aki felismeri azt, hogy a kultúra támogatása, vagy a kultúrán keresztüli üzlet az nem feltétlenül közvetlenül kell, hogy megtérüljön, hanem valamiféle áttételes módon jön ez létre. Hat év múlva ez a dolog minden reményem szerint el fog jutni odáig, hogy működtetni fog egy olyan országos művészeti légkört, életet, színvonalat, ahol a műveknek nem csak kincs szerepük vagy pénz átmentő funkciójuk lesz, hanem az érdekességüknél fogva is bekerülhetnek akár pénzért a gazdagabb vásárlók falára, lakásába. Azok a művészek, akik havonta megkapják a létminimumot,
azok a hasukat fogják fogni röhögtükben azon a társaságon, amelyik bankárok pénzéből fest. A pénz nem lehet tiszta már önmagából sem. Levél. Hát láthatólag ugyanolyanná fog válni, mint ahogy ezt Nyugat-Európában vagy akár Amerikában tapasztaljuk, amit én sajnos nem tartok ideálisnak, vagy úgy is mondhatnám, amit én sajnos rossznak tartok. Hát más kérdés persze, hogy igazán rossz-e ettől, hogy én rossznak tartom, de én úgy látom, hogy rossz, ugyanis a művészetet nagyon kiszolgáltatják a létezés gazdasági adott társadalmi feltételeinek, és a mecénásság mögött is végül is valahol a művészetnek a piaci arca bújik meg, vagy bukkan elő, tehát ami nem eladható, vagy eladhatóságában nem megfogalmazható, vagy nem mérhető, azzal a mecénások is majdnem nem tudnak mit kezdeni. Mert bármilyen nagy cirkusz rendeznek bizonyos irányzatok körül, vagy bizonyos újonnan fölbukkanó művészi hangok körül, azért végül mindig megpróbálják ezt valahol a kiállítótermeknek az atmoszférába begyömöszölni tudni, vagy pedig olyan galériásítási akciók kezdődnek, amiben végül mindig kiderül, hogy agresszívan és könyörtelenül monetárisan, financiálisan mérni akarják ezt az egész valamit, ami a művészet. És ez nem tesz jót neki. Mi egyelőre nagyon utána megyünk a dolgoknak. Szóval itt, ami elpusztult vagy lerombolódott, az olyan mértékben tette, vagy olyan módon tette tanástalanná az embereket, hogy elsősorban is minták után futnak, hogy honnan lehetne valamit, és ugye keresik a létező vagy élő formációkat, művészet és állam, művészet és politika, társadalom és művészet, művészet és gazdálkodás viszonyára, és ilyen kész sablonokat vesznek elő, nagyon valószínű, hogy egyszerűen lemásolódnak hamarosan mindazok a létező formák, amik Nyugat-Európában vagy Amerikában léteznek. This is a game. It's a game. Which one is yours? Nobody will know. I know. We can bet. One wears one size. Oh, come on. Cheating me. It's mine. A közművészetben a galériások diktálnak, a filmben ugye tudjuk, hogy Hollywood és a mogulok, és a nem tudom én ki, a divatban pedig hát a nagy divat, tudom én, stúdió Párizsban, meg Milánóban. Tehát a lényeg az, hogy mindenhol diktálnak, és a diktátumoknak kell megfelelni. A vállalkozó manapság nem, nem elsősorban a magas tanultságú emberekből kerül ki, tisztelet a kivételnek természetesen, hanem sokkal inkább a kockáztatni merő emberek közé tartozik. Aki elvégzett manapság 16 évet egy iskolában, illetve több iskolában, és hozzájutott valamiféle féltve őrzött kis álláshoz, amit álmaiban valahol össze rakosgatott, az már nem kockáztat olyan könnyen. Tehát alapvetően ma vállalkozó csak az lehet, mivel hogy rengeteg veszíteni való van, akinek nincs veszíteni valója, tehát aki megmeri reszkírozni, hogy mindent föltegyen egy lapra. Én úgy érzem, hogy ezt egy árnyalt műveltségű értelmiségi még nem nagyon meri megreszkírozni manapság. Vagy legalábbis nagyon kevesen merik megreszkírozni, hogy egy lapra föltegyenek valamit. Hát és békés, nyugodt világnak kellene lenni. Tehát a sokkal stabilabb, értékrendjében bizonyosabb világ kellene, hogy körülvegyen bennünket. Ahhoz, hogy valaki olyan kényelmesen, ahogy 60, ugye egy karosszékben leülve gondol, és szeretettel gondol a kultúrára,
Azt már nehezen tudom elképzelni, mert mindenki zaklatott, üldözött, azt se tudja, hogy milyen lesz, mennyi értéke lesz holnap az egzisztenciájának. Ilyen körülmények között nagyon nehéz nyugodtan a kultúrára mindenféle törtetés, érdekeltség és más gyanús, kötelező társadalmi magatartásformáktól szabadon cselekedni. Nagyon-nagyon sematikusan le lehet írni azt, hogy mik azok a szempontok, mik azok a fő vonzerők, amelyek ma az üzleti életnek és a gazdaságnak és általában a közéletnek a legfontosabb csapásait meghatározzák. Azt hiszem, hogy ha ez egy kicsit komplexebbé válhatna, kicsit összetettebbé, finomabbá, kifinomultabbá, sokkal többet nyerhetnénk mi is művészek, mert a kifinomultságban mi sok tanácsot tudnánk adni. Ez az idő hiszem, hogy el fog jönni, ez már csak a mi türelmünkön múlik, hogy ki tudjuk-e várni, vagy ott hagyunk csapott papot, mert nem tudunk ennyi időt hitelezni a társadalomnak. Szeretnék odáig eljutni, hogy ötvözni lehessen azt, hogy nekünk hatásunk legyen a közéletre, és a közélet is visszahasson ránk. Az a közönség, amelyik később majd bennünket, mint művészeket be fog fogadni, és munkát fog nekünk adni. Ez nem azt jelenti, hogy szeretném, hogyha prostituálódna a művészet, mert erről szó sincsen. Szeretném azt, hogyha befogadóbb lenne az a közönség, amelyik bennünket fogad. Ez az, leginkább a szponzorainkra vonatkozik, és azokra, akikkel közvetlen kapcsolatban állunk, akiktől függ a létünk. Őnekik kellene 3 lépéssel előre gondolkodni tudni. Az a mechanizmus, amelyen keresztül megkaptuk a támogatást, elég érdekes és eléggé modellértékű. És nagyon izgalmas azt látni, hogy milyen megfontolások vezették el a támogatóinkat odáig, hogy egy ilyen teljes mértékben, mondjam azt, használhatatlan, vagy praktikus szempontból nem igazán értékelhető kiállításba beszálljanak nagyon komoly tőkével. Számunkra rendkívül komoly, hisz ilyen összegről álmodni sem nagyon mertünk egy évvel ezelőtt. Tehát ennek a következtetései rendkívül izgalmasak. Én úgy érzem, hogy egyelőre még és ha lehet általánosítani ebből a példából, akkor megtenném. Ez arra utal, hogy a mai szponzorok, a mai támogatók egyszerűen még nem érzik, pusztán csak tudják, hogy ezt a dolgot kell támogatni. Igazából még nem érezték át ennek a fontosságát. Nem tudják, hogy amikor egy ilyen eseményt támogatnak, és ez végül is nem szeretném, ha pejoratív lenne, egyszerűen nem tudhatják, hisz nincsenek hozzászoktatva a gondolathoz és ahhoz a tudathoz, hogy ennek milyen társadalomformáló ereje van. A művészetnek igenis közvetlen visszahatása van arra, hogy egy család a későbbiekben hogyan működjék, milyen szokásai legyenek, hogyan viselkedjék, milyen morális elvárásokat kérhetnek számon a partnereiktől. Tehát általában az életmódhoz kötődő összes kulturális, etikai alap értéket meghatározhatja egy komoly művészeti tevékenység. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a kiállítás, ezt az értékrendet, az általunk áhított értékrendet visszatükrözi, de az biztos, hogy legalábbis szondázza mindazt, ami bennünket körülvesz, és megmutatja azokat az irányokat, amelyek felé érdemes elindulnunk, amely felé érdemes tapogatóznunk, hogy megtaláljuk azokat az értékrendeket, amelyek alapján érdemes a társadalom moráját valamilyen úton módon irányítani.
gazdasági tömbök, koncernek, vállalatok, akik megengedhetik maguknak azt, hogy filozófiájuk legyen, beszállnak olyan természetű, kifejezetten non-profit kulturális vállalkozásba, amelyekből ők direkt módon semmit nem látnak viszont. És ez egészen bizonyos, hogy ők csak annyit látnak viszont, hogy ők ebben az ügyben benne voltak. És egy kicsit már közeledünk a monarchikus világhoz, amikor is a király kezébe volt minden lehetőség, ma a tőke kezébe lehet minden támogatás lehetősége, és általában a tőkéről, a kereskedelmi világról, a pénzvilágról lehetne kialakítani egy olyan képet, hogy igenis a pénzvilág valahol érdekelt abban, hogy visszacsatolja az anyagi hasznát a kultúrába, hiszen abból ő fog épülni, az ő káder gárdája lesz műveltebb, az ő káder gárdája lesz megbízhatóbb, erkölcsileg és morálisan kiszámíthatóbb, jobban lehet rá építeni, és sokkal többet fog érni az adott szó, sokkal kevesebb dolgot kell leírni, kevesebb bürokrácia lesz, sokkal kevesebb pénz fog elmenni. Végeredményben azt hiszem, hogy valahol az egész gazdaságosabbá válik, ha az emberek megbízhatóbbak és kiegyensúlyozottabbak, kiismerhetőbbekké válnak. Még hogyha egyénileg komplikáltabbak és összetettebb a gondolkodásuk. Tovább a gondolomat! Próbálj rumas megjegyteni! Rumas neked, betegek! Jöjjel most már rendtet Istenes! Istenes gondolom rettek a fölveredés! Tűrsaja! Értsd meg, most már nem kell félned. Kinyílt az ég, vége a rabságnak, most már mindenki repülhet. Kék az ég, repül a felhők fölé. Megértetted? Tűrsaja! Megértetted? Tűrsaja! 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 Megértetted? Tűrsaja! Nagy luxus megengedni magunknak azt, hogy az értelmiséget olyan kritériumokkal próbáljuk háttérbe szorítani, hogy ők nem hoznak direkt hasznot a társadalomnak, mert nem tudom, mert pazarolják azt az energiát, amit a tanulással és mi egymással magukba szívtak. 40 év megmutatta azt, hogy az egyik napról a másikra történő gazdálkodás nem vezet sem eddig, tervezhetetlenné válik, az emberek elveszítik a morális tartásukat. Minden embernek szüksége van arra, hogy 10-20-30 évre előre lássa a saját életét. Ezt is az ortodox vagy konzervatív társadalmak mutatják a legjobban. Egy Anglia tökéletes példa arra, egy tökéletes modell arra, hogy lássuk azt, hogy mennyire kiszámíthatóvá válhat egy értékrend, és minden rétegnek megvan a maga értékrendje. És abban mindenki tudja, hogy mi a helye, és tudja, hogy mikor fog nyugdíjba menni, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy ő biztonságban élje le a 70 éves korát. És én azt hiszem, hogy ebből nem lehet kizárni a művészetek és a kultúra és az értelmiség értékteremtő szerepét, hiszen nekünk kell valahol fölvázolni, hogy mi lesz 40 év múlva. Nekünk kell valahol átlátnunk a tanultságunk, vagy az ő tanultságuk, mert nem feltétlen muszáj közösködni. Az a tanultság, ami hihetetlen időenergiát von, időenergia befektetést követel meg, ez nem egy fölösleges kidobott energia. Ennek igenis az a célja, hogy túléljük ezt az évezredet, hogy tudjuk azt, hogy a jövő évszázadban hol lesz a helyünk Európában, hol lesz a helyünk a világban, egyáltalán emberként hogyan lehet megélni ebben a világban.
Ez az egyetlen kérdés, hogy ne érezzétek az idő rettentő súlyát, amely a vállatokat töri, és a föld fölé görnyezt. Rúgjatok be szüntelenül. Mivel? Borral, költészettel vagy erénnyel, ahogy tetszik, de rúgjatok be. Itt az idő, hogy berúgjatok, hogy ne legyetek marcangolt rabszolgái az időnek. Rúgjatok be. Borral, költészettel vagy erénnyel, ahogy tetszik.